A városba érkező zarándokot a római örökség és a hősi halottak jelképe fogadja. Az Istenanya 1947 tavaszán a helyi kórház egy kis szobájában jelent meg Pierina Gilli 36 éves ápolónőnek. Pierina látomásai ezt követően 30 éven át folytatódtak részben a brescciai zárdában, ahová a helyi püspök kérésére beköltözött, részben Fontanellében, összesen 35 alkalommal. A szűzanya a jelenések alkalmával megmagyarázta Pierinának, hogy megjelenése közbenjárói küldetéssel bír, mert a világ erkölcsi romlottsága immár Isten méltó büntetését hívta ki maga ellen, melyet imával, bűnbánattal és engeszteléssel kell jóvá tenni. A világító hegyre épült Mária vára, melyből nem lett éjszakai lokál, a szűzanya közbenjárására. E domban 1947. november 16-án jelent meg először a szűzanya, majd ezt követően több alkalommal zsúfolásig megtelt hívők jelenlétében. A szűzanya elmondta, hogy szentséges fiának, Jézusnak különösen fáj az egyház pásztorainak anyagiassága, hűtlensége és bűnös élete. 6. Pál pápa 100 000 papi és szerzetesi apostáziáról beszélt, aminek engeszteléséül a Szent Szűz külön ájtatossági formákat ajánlott. Mindenekelőtt a papság, szerzetesi közösségek és vallásos társulások számára. Legyen minden hónap 13-a és minden év július 13-a Róza Misztika ünnepe. Minden év december 8-án dél körül az engesztelést vállaló hívek tartsák meg a kegyelem óráját. És szervezzék meg az engesztelő szentáldozás világszövetségét, melynek ünnepe október 13-a legyen. Önkéntelenül arra gondolunk, hogy nem is olyan könnyű a kéréseknek eleget tenni, mások bűneiért engesztelni. És mégis, mindezek ellenére mindez megvalósult, sőt, a jelenések híre, elfogadása, a nyomukban keletkezett ájtatosságok világmozgalommá váltak. A hivatalos egyház tartózkodása, sőt esetenkénti tiltása ellenére is 1951-ben 12. Pius pápa fogadta Pierinát, mert a jelenéseket kétségtelen csodák, gyógyulások, égi jelek kísérték. Első alkalommal 3 törzs szúrta át a keblét a szűzanyának, majd a későbbiekben 3 rózsa volt mindig látható a török helyén. Ezzel kapcsolatban Pierina kérésére a szűzanya ezt a magyarázatot adta. Az első tör jelentése a papi és szerzetesi hivatások elvesztése. A második tör jelentése a halálos bűnben élő papok és szerzetesek. A harmadik tör jelentése papok és szerzetesek, akik Júdás árulását követik el hivatásuk feladásával, akik gyakran hitüket és örök üdvösségüket is elvesztik, sőt, az egyház ellenségeivé válnak. A fehér rózsa az imát, a piros rózsa az engesztelést és vezeklést, az aranysárga rózsa a bűnbánatot jelképezi. Róza Misztika, a titkos értelmű rózsa. Thank you.
Pierina Gilli ebben a házban élt. A kertben látható Róza Misztika márványszobrot osztrák zarándokok hozták ajándékba. A ház volt előszobájában dokumentumok fotói láthatók. Pierina háza a jelenések idejében. Édesanyja a helyi plébánossal. Pierina egyik rokonával. A szűzanya itt is megjelent a látnoknak, és azt a szobát, ahol ez megtörtént, kis kápolnává átalakítva minden ide zarándokló megnézheti, egyszerű oltáránál a Róza Misztikát köszöntheti. A rokon hölgy, aki ma fogadja az érkezőket. Egy jelenés alkalmával a fatimai látnok gyerekekkel, Jacintával és Ferenccel jelent meg a szűzanya Pierinának. A mindenkit magához hívő égi édesanyánk. Ezeket a búzakévéket érintette lábával a szűzanya Fontanellében 1966. június 9-én, Úrnapján, mondván: nagyon kívánom, hogy váljék ez a búza eukarisztikus kenyérré sok engesztelő áldozásban. Pierina idősebb kori arcképe. 6. János Pál a Vatikánban fogadja a Róza Misztika szobrát. A jelenések második szakasza Fontanellében kezdődött 1966. április 16-án. Itt a szűzanya így szólt Pierinához: isteni fiam Jézus, maga a szeretet, azért küldött, hogy ennek a forrásnak csodatevő gyógyító erőt adjon. Fontanelle 4 kilométerre van Montichiaritól, ahol régtől fogva létezik forrás egy kis barlang alján, ahova lépcsősor vezet le. A szűzanya ezt a forrást tette gyógyító erejűvé, és azóta járnak ide a gyógyulásra vágyó zarándokok. A forrás vizét kivezették a vizes kannák töltésére alkalmas módon, és előtte ez a Krisztus szobor emlékezteti a vízszállítókat a hálaadásra. A barlang fölé emelt templomocskához vezető út. A templom magába zárja a vízmedencét és a forrásbarlangot a hozzá vezető lépcsőkkel. Thank you.
a forrásvizét innen is lehet vinni, mielőtt a gyógymedencébe folyna. A szűzanya jelölte ki ennek a feszületnek a helyét. A gyógyulásra vágyók ebben a medencében járnak körbe-körbe. A falakon a meggyógyultak hálatáblái. A hideg forrásvíz ellenére senki sem fázik meg. A szűzanya ellépcsőknél kérte Pierinát, hogy a tisztulás jeleként csókolja meg a lépcsőket. Pierina így tett, és az Istenanya kívánsága szerint, megcsókolva a lépcsőket, lassan, hátrálva, térden ereszkedett le a lépcsőfokokon. Közben látta, hogy Mária mezítláb követi őt lefelé. A zarándokok ezt követik, utánozzák, közben imádkozva. Fotók a világ minden tájáról, ahová a Róza Misztika szobor eljutott. A templom mellett kis kápolnában nagyméretű Róza Misztika szobor hív imádkozásra. A szobrot olyannak formálták meg, ahogyan Pierina Gilli látta a szűzanyát látomásában. A szűzanya lábaihoz számtalan kérést helyeznek el a hívek. Fontanelléből a világ minden tájára elvitték a hívek a Róza Misztika tiszteletét, engesztelésre hívó és csodáktól kísért üzenetét, és Jézus Urunk végső győzelmének ígéretét az istentelenség erői fölött, amit a szűzanya határozottan megígért. A Róza Misztika szobrok csodálatos módon sok helyen emberi könnyeket hullatnak, ezzel is figyelmeztetve az emberiséget, hogy még mindig bűnben élünk, hogy még mindig nem vagyunk méltók Isten országára.